Szerintem a Fortnite-ban mindenki szereti az ingyen skineket, ugye az évek alatt elég sokféleképpen lehetett szerezni ingyenes skint, mini passzel, refer a friend-del, 50 szintlépéssel, esetleg battle pass buggal, voltak itt érdekes dolgok, ebben a mai videóban összeszedtem nektek az összes eddigi megjelent ingyenes skint, amit meg lehetett szerezni. Összesen eddig 23 ingyenes skin volt, vajon nektek az összes megvan? Nézzük meg! Akármennyire vicces, az első skin a listán egy Battle Passer skin, a Scientist. Chapter 1 Season 10-ben ezt a skint bárki meg tudta szerezni, az is, akinek nem volt Battle Passe, ugyanis véletlen a Scientist Challenge-ek bekerültek mindenkinek, ezáltal olyan játékos is meg tudta szerezni a skint, akinek nem volt Battle Passe. Szóval ez a skin hivatalosan nem lett volna ingyenes, de ebbe a listába beleraktam, hiszen aki ott volt, az annó meg tudta szerezni. Na de egy seasonnel később már meg is kaptuk az első két hivatalos ingyenes skint a 2019-es Winterfesten. Ajándékból ki lehetett nyitni az Evergreen skint, illetve a Woolly Warrior skint. Mind a kettő teljesen ingyenes volt, ugye az egyik egy ilyen mamutos skin, illetve a másik egy karácsonyfa. Szerintem a karácsonyi jutalmak közül ez a kettő legkreatívabb és a legjobb. A következő ingyenes skin az Alma skin volt még Chapter 2 Season 3 legvégén. Ekkor történt az, hogy iPhone-ról eltűnt a Fortnite, ugye azóta sincs Fortnite iPhone-on, és ugye ebből adódóan megkaptuk ezt a skint, legalábbis egy capon kellett részt venni és 10 pontot szerezni, és az a pletyka járja, hogy ha iOS-ra visszatér egyszer a Fortnite, akkor ez a skin kapni fog egy ilyen vidám, színes verziót. A két következő ingyenes skin ismét két karácsonyi skin volt, a Snowmando, illetve a Frost Squad. Ugye ezeket a skineket a 2020-as Winterfesten lehetett feloldani, viszont ekkor nem volt ajándéknyitogatás, így challenge-ekkel lehetett őket megszerezni. Véleményem szerint a Snowmando még mindig egy egyedi és kreatív skin lett. Még ugyanebben a seasonben bekerült ingyenesen az item shopba a Ruby Shadow Pack, amit csak PC-n, Epic Games Store-on keresztül lehetett behúzni. De úgy, aki konzolos volt, az meg tudta szerezni, vagy telefonon, azt hiszem, vagy PC-n, annyi volt a dolga, hogy belépjen a konzolos fiókjával a PC-re, és az Epic Games Store-ról behúzza, szóval hivatalosan igazából mindenkinek ingyenes volt. A Rainbow Racer volt az első refer-a-friendes jutalom, ugye ezt is úgy lehetett megszerezni, hogy egy régi friendet visszahozzunk a Fortnite-ba, együtt csináljuk a challenge-eket. Így ez volt az első refer-a-friendes skin. A 2021-es Winterfesten ismét visszatértek az ajándéknyitogatások, és ismét tudtunk szerezni ingyenes skint. Két ládából két skint lehetett szerezni, az egyik a Jegespili volt, a másik pedig a Chrisabelle. A Chrisabelle skint egyébként a mai napig szoktam látni, eléggé tryhard skin, szerintem most karácsonykor is tuti elő fog kerülni. Ekkor még a PC-sek meg tudták szerezni a Blizzabelle nevezetű skint, ami ugyanúgy néz ki, mint a Chrisabelle, csak nem piros, hanem kék, ez ugye ingyenes volt PC-n. Ezt igazából megcsinálhatták volna, hogy a Chrisabelle kap egy stílust, ezáltal kék is lett volna, de inkább megcsinálták két külön skinként. Chapter 3 2-ben megkaptuk a Tectonic Complex nevezetű skint, ezt is csak PC-n lehetett behúzni egy ingyenes packkel. És ugyanúgy, mint a Shadow Ruby-nál, ezt is meg lehet vásárolni az item shopban, ugyanis elég sűrűn vissza szokott kerülni, szóval igazából hiába volt ingyenes, az item shopba visszakerül. Ugye Season 3-ban az Epic Games megvásárolta a Fall Guys játékot, ezáltal volt egy kis Fall Guys-os kolab, és így meg lehetett szerezni egy ingyenes Mancake skint. Ez ugye mindenkinek elérhető volt, viszont ez a Mancake skin is később visszakerült az item shopba. A Sander skinre mindenki azt hitte, hogy majd valamiféle telefonos exkluzív skin lesz, mindig ezt plecskálták, hiszen nagyon régóta kilíkelték, viszont nem történt vele semmi, majd kiderült, hogy ez volt a második refer-a-friendes skin. Szóval ugyanúgy, mint a Rainbow Racernél, refer-a-friendelni kellett egy barátunkat, majd challenge-eket kellett csinálni. Chapter 3 Season 4 volt az a season, amikor bejött a Halloween és a Chrome egyszerre, így megkaptuk az első 50 szintlépős skint, a Chrome Punkot. Ezt a skint bárki meg tudta szerezni, annyi volt a dolga, hogy lépni kellett 50 szintet. El is érkeztünk a tavalyi karácsonyi seasonhöz, ismét ajándéknyitogatással kettő skint lehetett szerezni, az egyik a rénszarvasos Gav skin volt, a másik pedig az Arctic Adeline volt. Mind a kettő skint ingyenem sem meg lehetett szerezni, viszont ekkor is volt egy ingyenes PC exkluzív Gav skin, a Mikulásos Gav.
Ezek szerint idén karácsonykor is lesz majd 3 ingyenes skin, ugye a harmadik az mindig PC-re lesz, kíváncsi leszek, hogy idén milyen karácsonyi skinek lesznek. Chapter 4 Season 1-ben került be az első minipass, ezáltal az első ingyenes skin is volt a minipassből, az új A-skin. Ezt a skint úgy lehetett megszerezni igazából, hogy ki kellett vinni az adott minipasst. Ez a skin egyébként bármikor visszajöhet az item shopba. Season 2-ben ismét volt egy minipass, viszont ez már Star Wars-os volt, így megkaptuk az első hivatalos, kollabos ingyenes skint. És ez a skin egy clone skin volt, ami tényleg ingyenesen meg lehetett szerezni, csak ki kellett vinni a minipasst. Vicces, mert ez a skin pont tegnap volt bent az item shopban. Még ugyanebben a seasonben kaptuk még egy ingyenes skint, az Underworld Desdemonát. Ezt a skint is úgy lehetett megszerezni, hogy 50 szintet kellett lépni hozzá, ugyanúgy, mint a Krompánknál. Most szeptember végén bekerült a Red Cap nevezetű skin, ami a Referral Friend harmadik skinje, ugyanúgy Referral Friendelni kell hozzá, és az a durva, hogy január 9-ig meg lehet csinálni, szóval ez még mindig aktuális. És szerencsére ebben a seasonben sem marad el az ingyenes skin, a Runway Racert most is meg lehet szerezni, annyi a dolgotok, hogy 50 szintet kell lépni hozzá, és egészen januárig meg lehet ezt is csinálni. Szóval eddig összesen 23 ingyenes skint lehetett behúzni a játékban, azért nincsenek benne a Twitch Prime, illetve a PS Plus-os skinek, ugyanis azokért fizetni kellett, ugye a Twitch Prime-ért is, illetve a PS Plus-ért is. Ide sorolhattam volna még a telefonos skineket is, de azért nem csináltam, mert azokhoz telefont kellett vásárolni, szóval igazából hivatalosan azok sem ingyenesek. És most már csak annyi a kérdésem felétek, hogy nektek mennyi skin van meg ezekből, illetve melyik a kedvenc ingyenes skinetek. Ezeket írjátok le kommentbe. Ha tetszett ez a mai videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok. Kíváncsi leszek, hogy idén karácsonykor milyen skineket fogunk kapni ingyen, illetve mi lesz a következő Referral Friend, vagy az 50 szint lépős skin. Én viszont srácok, mára mentem, és ne felejtsétek el, use code Ghost4Rider. Köszönjük, hogy megnéztétek a mai videómat, én Ghost4Rider voltam. Sziasztok!